Köszöntöm nézőinket, Önök a Pannon Televízió híradóját látják. Acél Réka vagyok, főbb témáink néhány mondatban. A sokszínű egység. Pécs nemzetiségei mutatták meg kultúrájukat a város főterén. A Pécs Ma és a Pécsi Hírek kirekeszti a jobboldali képviselőket. A pécsi Fidesz a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósághoz fordult. Elkezdődött a Pécslit, egész héten irodalmi fesztivál Pécsen. Egy kultikus alkotás bővületében a Star Wars világát idézték meg Pécsen. Ételek, táncok, zene a pécsi főtéren. Röviden ez várta az érdeklődőket a 4. nemzetiségi fesztiválon. A Pécset élő nemzetiségek hagyományaikkal, kultúrájukkal elválaszthatatlan részei városunknak, ezért a nemzetiségeket képviselő pécsi önkormányzatok összefogásával idén is bemutatják kultúrájukat, öltözeteiket, ételeiket a Széchenyi téren. Gitáros előadó színpadon népi viseletben játssza a dallamokat. Ugyan ő már a grill előtt, ezen a másik felvételen, ahol ruszin ételek készülnek. Mi Kárpátalján élünk javarészt, onnan vándoroltunk, mi szerte szét a világban vagyunk, Angliában, Görögországban, itt Magyarországon rengetegen, és mi fönt vagyunk Kárpátalján a hegyekben, a Hoverlát szoktuk rengetegszer megmászni a Hoverla hegyet, igazából nagyon ez a nép, ilyen népi csoport vagyunk, hogy fönt a hegyen, kecskékkel, lovakkal és hasonló állatokkal, akik meg tudják mászni a helyet, azokkal gazdálkodunk. Pécset mindegy 150 ruszin él jellegzetes ételüket készítették el a fesztiválon. Jelenleg ruszin saslikot sütünk, ez az egyik specialitásunk. Ez ecetes pálcban van, nagyon különleges ecetes pálcban. Ezt nem szokta a többi nemzetiség csinálni. Például most az örmények, azok teljesen máshogy pálcolják be ugyanezt a saslikot. Nekünk ugye a pálcolás a különlegességünk, illetve mellettünk található káposztás gombaleves, és a másik oldalon ruszin csilisbab. Gyöngyösi Ferenc a ruszin nemzetiségi önkormányzat új elnöke. Még mindig fiatalnak számít a román önkormányzat Pécsen. Ők szintén képviseltették magukat a fesztiválon. A pécsi román önkormányzattól azt kell tudni, hogy most kezdjük majd a második ciklusunkkal. Ugye már 4 évvel ezelőtt indultunk, és most újra választottak bennünket. Nagyon kevesen vagyunk Pécset, úgyhogy ha valaki esetleg nemzetiségben úgy érzi magát, akkor mindenképpen keresen meg bennünket, mert nehéz fellelni. Itt ugye ezzel a könnyeken én gyulai lány vagyok. Ugye ott ugye adott nekünk ott nagyon nagy a tábor, és hát én onnan kerültem ide, és itt szerettük volna tovább vinni, hogy aki itt az a pár ember, aki itt van, azért mégiscsak éreztesse azt, hogy itt vagyunk mellettük, és tartjuk a hagyományokat. Ennél a pultnál sem maradtak el a finomságok, amiket minden érdeklődő megkóstolhatott. Az alapételt, amit hoztuk, ez általában nagy jókednek örvendít, vagy hát ilyen szokták szeretni, mert ez egy jó ízű hús, ugye? Illetve a puliszkát mindenképpen be akartunk tenni. Tavaly is főztünk már ezt a hagymával, kicsit sajttal megbonyított puliszkát, illetve az idén gondoltam azokra is, akik esetleg már érzékenyek, hogy az alapuliszkában mindenképpen tej van, ezért csináltunk egy olyat, ami növényi teljes és édes, és hát mivel másra, mint áfonya lekvárral kínáljuk. Különböző zenék, ételek, ízek, öltözetek a Széchenyi téren. Ez a sokszínűség jellemző Pécsre is, mondta az önkormányzat nemzetiségi tanácsnoka. Különböző ételeket fogyasztunk, ez is kiegészíti egymást, tehát valahol az előétel van meg, valahol a desszertet készítik el, valahol meg a főétel az, ami igazából őnekik a nemzeti étkük, és ezekből adnak kóstolót. Szerintem pont ettől szép Pécs városa, hogy így kiegészíti egymást a nemzetiségek, ez a sokszínűség, ami a városban van, ami a különböző épületek, a különböző hagyományok, ezek mind Pécs, és én szeretem Pécset, és örülök neki, hogy a nemzetiségekkel együtt dolgozhattam. Az önkormányzati választások eredményétől függően a különböző nemzetiségi önkormányzatokban lesznek változások októbertől. Erről is szól ez a nap idén, mondja a szintén leköszönő politikus. Valaki leköszön elnökök közül, valaki ugye nyugdíjba vonul, úgyhogy tulajdonképpen nem lesz már teljes a csapat a következő részben. Így
gondoltuk, hogy egy nemzetiségi alapot, amit az elmúlt 5 évben sikerült elérnünk, például a nemzetiségi ösztöndíj program, azt, amit kifejezetten a nemzetiségi önkormányzatok kértek, szeretnék, hogy ez a továbbiakban is fennmaradna, és ezek a rendezvények, hagyományok, amit az elmúlt években sikerült megvalósítanunk ezeket. Szeretnénk, hogy a továbbiakban is folytatnák a nemzetiségi önkormányzatok, illetve majd az új nemzetiségi tanácsnak. Jelenleg 11 nemzetiségi önkormányzat tudott megalakulni Pécsett. Ők mutatták be saját kultúrájukat, ételeiket és vendégelték meg az érdeklődőket a pécsi Széchenyi téren szeptember 7-én. Levélben fordult a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósághoz a pécsi Fidesz frakció. Ennek oka a baloldali városvezetés által működtetett Pécsma online médiában és annak nyomtatott változatában a Pécsi Hírek újságban való kirekesztés. Ugyanis, amíg a baloldali képviselőknek van lehetőségük megszólalni a városi sajtóban, addig a jobboldali politikusok nem kapnak helyet, illetve minimálisan oldalszéleken jelenhetnek csak meg. Ennek pedig jogi, etikai következményei vannak, állítja a fideszes önkormányzati képviselő. A városnak önkormányzati média portfóliója van. Ebbe tartozik a Pécsma elnevezésű online hírportál, valamint a Pécsi Hírek nyomtatott kiadvány, melyet ingyenesen minden pécsi háztartás elviekben bizonyos időközönként megkap. Ezeken a felületeken gyakorlatilag csak a pécsi baloldali polgármester jelöltje kap megszólalási lehetőséget a szeptember 22-én megismétlendő megyerkertvárosi képviselőválasztás kapcsán, állítja Barkóczi Csaba fideszes önkormányzati képviselő. Ez a pécsi 15. egyéni választókörzet, ahol szavazategyenlőség volt június 9-én, és most meg kell ismételni a voksolást. Itt ennek kapcsán ugye a különböző jelöltek, különböző formációk jelöltjeinek a bemutatása az kulcsfontossággal bírna, de gyakorlatilag az online felületen a polgármester jelöltje az, aki minden anyagban, illetve a bemutatkozó anyagában és a lap címlapján szerepelhetett. Később ugyan a Mi Hazánk jelöltjével is lehoztak egy interjút, de az már egy oldalfelületen jelent meg, és csak nagyon rövid időre volt ott elérhető, utána már csak konkrét kereséssel lehetett ezt elérni az oldalon. Ez meghatározott ideig nem is került ki, tehát az utolsó általam nézett időpontban nem is került ki a közösségi oldalára a Pécsma portálnak, szemben a másik, a polgármester által indított jelöltnek az interjújával. Barkóczi Csaba érvelésében azt is elmondta, a lap nyilvánosan deklarálja azt, hogy azok a jelöltek, akik az ő által a helyi fideszes médiának meghatározott orgánumokban megjelenhetnek, azok a városi hírportálokon, kiadványokban nem szerepelhetnek. Ami azért egy súlyos diszkrimináció, hiszen ezt a lapot valamennyi pécsi adófizető polgár tartja fönt. Más oldalról pedig nem teljesen világos, hogy milyen logika alapján kizáró dolog az, hogyha valaki mondjuk a helyi jobboldali vagy kormányoldali nyilvánosságban megjelenik, az mindjárt nem jelenhet meg a városi oldalakon, ellenben aki például a baloldali vagy kormánykritikus oldalakon kiemelt megjelenési lehetőséggel bír, őre a városi tulajdonú médiában ezek a korlátozások nem vonatkoznak. Azt gondoljuk, hogy ez mind jogszabályilag, mind pedig etikailag nagyon súlyos kérdéseket vet fel. Ezért az ügyben a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósághoz fordult a pécsi Fidesz frakció. Azt remélik, hogy egy méltányos döntés születik, ami elítéli ezt a fajta választási kampánygyakorlatot, amelyet most a pécsi önkormányzati médiában alkalmaznak. Rövid híreink következnek. Holttestet találtak a pécsi klinikák egyik telephelyén. Múlt héten egy szolgálaton kívüli dolgozónk nem várt halálesetét észlelték a PTKK telephelyének egy nem használt területén. Válaszolt a 24.hu érdeklődésére a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központja, miután a portál egyik olvasója jelezte a halálesetet. Az eset körülményének tisztázása érdekében eljárás indult, folyamatban lévő ügyről nem áll módunkban nyilatkozni, tette hozzá a klinika. A Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a haláleset körülményeit a pécsi rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja, amelynek részleteiről jogszabály engedélyének hiányában bővebb tájékoztatást nem adnak.
Szeptember 19-én és 20-án először rendezik meg Pécsen a Tudományfesztivált, amely elsősorban középiskolás fiatalok pályaválasztását segíti. A Zsolnai negyedben található E78-as terem ad otthont az eseménynek, ahol az oktatás és az innováció összekapcsolódását élményalapú formában mutatják be. A kétnapos rendezvény rendhagyó módon mutatja be a fiataloknak, a pályaválasztás előtt állóknak a 21. század technológiai fejlesztését és informatikai eszközeit. Hat napon át az irodalomé a szerep Pécs városában. Elkezdődött immár negyedszer is a Pécs Lit Irodalmi Fesztivál. Mintegy 50 program várja az irodalombarátokat a város különböző pontjain. A megnyitó esemény alkalmával Beck Zoltán és Krecsó Krisztián adott zenés irodalmi estet a Zsolnai Kulturális Negyed E78-as termében. A Csorbagyőző Könyvtár és a Jelenkor folyóirat közös irodalmi rendezvénye már negyedik éve várja színes programokkal a műfaj kedvelőit. Az ünnepélyes megnyitót egy zenés irodalmi est követte, melyen egy dalszerző író és egy író dalszerző közös alapokra helyezett gondolataikat mondták el saját eszközükkel hétfőn este az E78-asban Pécsen. A Hoztunk valamit magunkból elnevezésű est a két szerző első közös munkája. Van egy előadás, amelyik előadásnak az eszköztárába a mindegy, hogy éppen zene van, vagy éppen szöveg van, vagy éppen próza van, vagy éppen kötetlen beszélgetés van, vagy éppen anekdotázás. Alapvetően az előadásnak a lényegi eleme, hogy két alkotó van fönn a színpadon, és ez a két alkotó a színpadon jelen van, és a jelenlétéből épít meg bármit. A három akkordot is, ha gitározik, a tercszólamot is, és a próza szöveget is. És tulajdonképpen az a tétünk, hogy képesek vagyunk-e a színpadon magunkra és egymásra találni, és azon keresztül aztán a dalokra, szövegekre, amiket éppen fölrakunk a színpadra. Az emberi egzisztencia izgatja őket, ennek próbálják az értelmezését felvázolni, elmesélni előadói estjük során. Az érdekel minket, hogy egy ember hogy létezik a világban, és az emberben hogyan létezik egy világ. Képesek vagyunk-e erről beszélni, meg tudunk-e szólalni, és ezek a szerepek, amelyeket végigélünk az életünkbe, akár gyerekként, akár fiatal felnőttként, akár apaként, azokból a szerepekből mi meg tudunk-e fogalmazni valamit, amire a másikunkra rezonál. Grecsó Krisztián író, dalszerző legutolsó kötete másfél-két évvel ezelőtt jelent meg. Ez a Lányos apa című tárca novella gyűjtemény. Ez egy olyan előadás, amiben még a prózák is két szólamra vannak, hogy úgy mondjam, négykezesek, és még azok is átértelmeződnek azáltal, hogy beleolvasunk, hogy valami mást beleolvasunk, mint ami eredendően lehetett benne. Úgyhogy nagyon izgalmas ez számomra, mert egy író nagyon magányos, és én egy olyan helyzetbe kerülhettem, amely helyzet engem tovább lendített, tovább a magányból, tovább az életközépi válságból, tovább egy olyan helyzetből, ahol mindig magam kockáztattam. Itt most egy olyan helyzetben találtam magam, ahol együtt visszük a vására a bőrünket. A hat nap alatt számos új kötetes szerző érkezik. A Pécsi Lit Irodalmi Fesztivál félszáz programjából a legfiatalabb korosztály is kedvére válogathat. Lesznek külföldi vendégek és több kísérő program is. A Star Wars univerzumának rajongóit várták a pécsi Zsolnai negyedbe hétvégén. Itt jelmezesek, eszközök, különböző látványelemek idézték fel a kultikus alkotás különböző részeinek világát. A szervezők jótékonysági akciót is beépítettek az eseménybe. Birodalmi rohamosztagos és más szereplők a Star Wars univerzumból a pécsi Zsolnai negyedben. Második alkalommal rendezték meg a Star Wars napot, ahol várták a rajongókat és a jelmezeseket is. Én 2012-ben látogattam el az úgynevezett Mondokon rendezvényre. Ott láttam ilyen őrült jelmezeseket, és akkor azt mondtam, hogy nekem is kellene ilyen jelmezek, és rendszeresen járok ezekre a rendezvényekre. Eddig fantasy jelmezeket csináltam, aztán bejött a Mandalori,
és kicsit megőrültem én is, úgyhogy elkezdtem Star Wars jelmezeket sorozatosan gyártani, úgyhogy így lett, hogy itt is kikötöttem Pécset a Star Wars rendezvényen. Bekattant az anyom rá elég rendesen. Ez még gyerekkoromban jött, ugye, amikor apám elvitte a Jedi visszatérre, és hát onnétól kezdve nem volt megállás. Úgyhogy igazából ez egy gyerekkori álom lett, ugye, hogy lett nekem egy rohamosztagos páncélom. Úgyhogy most hála az égnek megvan, tehát itt egy igazi nagy gyerek. Ugye nem nőttem föl, de nem is akarok. Ugyanis itt a Star Wars-nak ez a szeretete, ez úgy néz ki, hogy ez minden korosztálynak megvan. Tehát a legfiatalabbaktól kezdve a legidősebbekig. Úgyhogy ezért is tetszik ez, és ezért is jó. Az elmúlt 44 évben a Star Wars filmek, a hozzájuk kapcsolódó sorozatok, animációs verziók, különböző tartalmak egyre erősítették a képzelt univerzum kultuszát, ami hatással volt sokakra. Közben pedig újabb és újabb nemzedékek nőttek fel, akik csatlakoztak a rajongók táborához. Meg sem tudom neked ezt fogalmazni, hogy ez mi, mert bennem ugyanez van, és gyerekkoromban megfogott, és azóta a hatása alatt vagyok, ez ugye látható, de nem csak én vagyok így, nem csak te vagy így, szerencsére nagyon sokan vannak itt a rendezvényen, és én úgy gondolom, hogy amikor ide belépnek, akkor megszűnik a korkülönbség. Tehát itt most mindenki gyerek, mindenki élvezi, úgyhogy szerintem ez kortalan, ez mindenképpen, de az igazi mi voltját, hogy miért rajunk, ez valahogy szívből jön, és ez valahogy megfogja az embert. A Star Wars napnak jótékonysági szála is volt. A szervezők megkeresték a pécsváradi Sági Dominik szüleit, hogy segítsenek a beteg kisfiúnak. Ő egy 4 éves kisfiú, aki itt is van anyukája kezébe pont, és ő egy izomdisztrofiában szenvedő kisfiú, 4 éves, ugye ezt már mondtam, 6 éves koráig meg kell kapnia a génkezelést. Ez a génkezelés, ez nagyon költséges, ez 1,3 milliárd forint, tehát óriási összeg, ez kimondani is szörnyű. És ez az ügy mellé álltunk mi be egy sisakkal, amit én készítettem Banka Attila barátommal. Ez a sisak egy Ahsoka mintára készült klónsisak, amit Molnár Ilona dedikált is, tehát egy dedikált sisakról beszélünk. Ezt árverezték el az eseményen. A Star Wars napon előadások, színpadi beszélgetések, bemutatók tették érdekesebbé az egész napos programot. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. Kézműves termékek, élelmiszerek, ezek kaphatnak védjegyet a Duna-Dráva Nemzeti Parktól. Nemzeti parki termékvédjegyet adományoznak azon termékeknek, amelyek az igazgatóság működési területén, természetvédelmi oltalom alatt álló területen készülnek a természet védelmével összhangban. A kézműves termékek a térség természeti, táji és kulturális sajátosságainak megfelelő kézműves hagyományaira épülő, helyi motivumokat megjelenítő, hagyományos technológiával készült kézműves tárgyi eszközök. Az élelmiszerek, lekvár, szörp, a szalványok, sör, különböző gyógynövény és méhészeti készítmények lehetnek, illetve tej és hús készítmények is megkaphatják a védjegyet. Elvárás, hogy elsősorban helyi nyersanyagokból készüljenek. Kiemelt szempont, hogy a termék minőségével, megjelenésével vagy más kivételes tulajdonságával jól reprezentálja a térség természeti, táji és kulturális sajátosságait. Az elmúlt 24 órában Győr-Moson, Sopron és Veszprém vármegyékben a lehullott csapadék elérte az erdő avarszintjét, az éghető könnyű biomassa annyira átnedvesedett, hogy az már nem jelent tűzveszélyt. Ugyanakkor a többi vármegyében, így Baranyában is, és Budapesten a lehullott csapadék mennyisége a korábbi aszályos időjárás miatt nem volt elegendő a tűzkockázat megszűnéséhez. A kiszáradt talaj elszívja a nedvességet és a nappali felmelegedés is jelentős. A NÉB kéri a lakosságot, hogy a cigarettacsikkeket ne dobják el, mert azok az út mentén lévő növényzetet felgyújthatják, és belterületen se gyújtsanak nagy lángmagasságú tüzet, mert a füsttel felszálló égő zsarátnokok több száz méterrel távolabb is tüzet okozhatnak. A tűzgyújtási tilalom során a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében egyaránt tilos tüzet gyújtani. A korlátozás alatt a tűzgyújtás nem engedélyezett a kijelölt, kiépített erdei tűzrakó helyeken sem. Hívja fel a figyelmet a NÉBIH. A régió hírével folytatjuk.
Augusztus végén lezárult a balatoni hajózási főszezon. Nyár végéig a balatoni hajózási ZRT kompjai 1.229.000, a személyhajók pedig 791.000 utast szállítottak. Így idén a Bahart a tavalyhoz képest már 2 hónappal korábban, augusztus végére elérte a 2 milliós utasszámot, ezzel pedig újabb rekordszezon tudhat maga mögött. Egymást váltották az autók, motorok, kerékpárok és a gyalogosok is a szántód révben egész nyáron. A nagy hőség sem tántorította el az utasokat a Balatonnál. A nagy forgalom pedig újabb rekordot generált. 200.000-rel több utasunk volt az idei évben, mint a tavalyi hasonló időszakában, egy 10%-os utasforgalmi többletről beszélünk. Gyakorlatilag elértük a 2 millió utast már augusztus végén, ami a tavalyi évben októberben sikerült, 2019-ben, a másik csúcsévben pedig csak az év legvégén. A kompok, a személyhajók és a menetrendszerinti hajók is népszerűek voltak a Balatonon. A nyári szezonban minden negyedik jegyvásárló már online vagy a kikötőben elhelyezett automatákon keresztül vásárolta meg jegyét. 60.000-rel több utasunk volt a kompokon, és több mint 130.000-rel több a személyhajókon. Az látszik, hogy nagyon népszerűek az új hajók, hiszen a személyhajók között is a dobogó első, illetve harmadik helyen a két új katamarán végzett, és ugyanez a helyzet az új kompokon, nagyon keresik az utasok ezeket a hajókat, ezeket az útvonalakat, de rajtuk kívül egyébként a sétahajózás, a Fonyód-Badacsonyi útvonal, vagy éppen a gyerekprogramok is rendkívül népszerűek voltak, és jelentősen növekedtek az előző évhez képest. Ősszel sem áll le a hajózás a Balaton, hiszen a helyben lakókat és a turistákat továbbra is várják a sétahajók, valamint a főbb útvonalakon közlekedő menetrend szerinti hajók. A társaság programhajókkal is várja a vendégeket, emellett a kompok is tovább közlekednek a két part között. A kiemelt útvonalakon a nagyobb kikötőkben folyamatosan most még hétköznap is közlekedünk, ezt a későbbiekben majd egy hétvégi menetrend fogja felváltani. Nagyon sok lesz a települési program, ezekre is rá fogunk csatlakozni, illetve ilyenkor ősszel a különböző egyedi programok, a különböző hajós rendezvények kerülnek még előtérbe, és természetesen a kerékpáros turizmus is, hiszen több mint 150.000 kerékpárt szállítunk el minden évben. A Szántódrév és Tihanyrév közötti kompjáratok szeptemberben is sűrített menetrenddel járnak, reggel 7 óra és este 21 óra 15 perc között fél óránként indulnak. A 7. bátaszéki bornapok bővelkedett a programok sokszínűségében. Hagyományos zőkoronázási ceremóniával, könnyű zenei műsorokkal, kiállítás megnyitóval és remek borokkal várták az érdeklődőket. A kulturális és szórakoztató programsorozat kikapcsolódást nyújtott minden korosztálynak. Minden írástudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint a családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő. Felföldi László megyés püspök szavaival kezdődött a péntek délután egy megnyitó ünnepségen, ugyanis a város már egy új múzeummal büszkélkedhet. Ez a kiállítás Bátaszék egyház művészeti emlékeit egyházművészeti emlékeit próbáltuk ebben bemutatni. A 18. század és a 19. század korszakain keresztül. Ennek az előzménye egy 1992-ben, ugye a cikádori apátság 850. alapítási évfordulójára létrehozott időszaki kiállítás volt, amelyből azután egy másik kiállítás lett a templom oratóriumában, de ez megközelíthetetlen volt, részben pedig ki is nőtte az egy termet. A kiállítás után az ünnepi testületi ülés vette kezdetét, amin többek közt Csömegi József is díjat vehetett át. Bozsolik Róbert polgármester pedig boldogan adta át az elismeréseket. Mi szerencsés helyzetben vagyunk, mert mindig tudunk olyan példaképeket állítani a bátaszékiek elé, akik valóban munkásságukkal, életútjukkal segítették ezt a települést. Ebben az esztendőben is gyakorlatilag díszpolgárt is tudtunk avatni, Sümegi József személyében. Azt gondolom, hogy egy olyan életpályát tudtunk ezzel elismerni, hogy akár a közoktatás terén, akár az értékeknek a mentése terén Józsiat alkotott, ami tényleg példaértékű. A szombati nap legikonikusabb pillanata délután 2-kor érkezett el, amikor is elindult a szüreti felvonulás. Ezután a koronázási ceremóniára gyűlt össze a tömeg, ami bensőséges hangulatot varázsolt a templom melletti romkertbe.
Egy bátaszéki fiatal életében pedig igazán megtisztelő feladat a királyi pár egyik tagjának lenni, tudtuk meg. Nagyon jól éreztem magamat, az idő is nagyon jó volt, úgymond, és gyakoroltunk, próbáltunk itt az iskolába, a lovardába is mentünk, úgyhogy szerintem jól sikerült. A fesztiválra számos kulturális műsorral is készültek a helyiek. A bátaszéki felvidék néptánc együttes énekes táncos produkciója is már évek óta részét képezi az eseménynek. Az egyesületünk már 24 éve működik, jövőre ünnepeljük majd a 25. jubileumunkat, és amióta a bornapok léteznek, azóta mi állandó oszlopos tagjai vagyunk. Minden évben mindig fellépünk, mert kötelességünknek érezzük, hogyha Bátaszéken ilyen volumenű, ilyen nagymértékű rendezvény van, akkor mi is oda tegyük magunkat. Ha már a tánc került terítékre, nem csak a néptánc együttes ilyen elhivatott. A legjobb utcai csapat egyesület is igen színes produkciókkal készült. 10 éve működik az egyesület, nagyon sok stílusban részt veszünk, hip-hop, pop, funky volt, aerobik, illetve tánc kategóriákban is. Erre a napra azt mondom, hogy nagyon sokat készültünk, mert idén versenyévad volt, és a versenyévadra nagyon keményen dolgoztunk, tehát minden nap edzésük volt a gyerekeknek, az iskola után este 8-ig valahogy bent, minden nap bent voltak. A bátaszéki bornapokon olyan sztár fellépők is színpadra álltak, mint a Magna Cum Laude Horváth Tamás, vagy épp Király Viktor. A hétvégén, szeptember 6-án és 7-én ismét megrendezték Tolnán a Bárka Fesztivált. A Dunapartra sokan látogattak ki, hogy részt vegyenek a halászlé főzésében és a különböző programokban. Idén is nagy érdeklődés mellett rendezték meg a már hagyománynak számító Tolnai Bárka Fesztivált. A kilátogatók 2 napon át töltődhettek fel az Altarépa Szabadidőparkban. A mai napon pedig a 14 éves szokáshoz híven délelőtt halfőző verseny volt, aminek az imént volt vége az eredményhirdetésnek, és itt pedig 4 órától várjuk a fellépőket, a közönséget, úgyhogy 4 órakor kezdődnek a színpadi produkciók. A halfőzésre több mint 30 csapat nevezett, az első helyet a Vándorló Szépkúrúak baráti köre szerezte meg. Vándorló Szépkúrúak 5-ös csapat, nagy tapsot nekik! A tolnai halászlét 5 alapanyagból, jó minőségi halból, vízből, hagymából, só és törött paprika. A szervező különböző gyermekprogramokkal, fajátékokkal, kézműves foglalkozással is készültek. Azt a súzósat, az oroszlányosat, a halacskásat, az egyensúlyozósat. A Bárka Fesztivál alkalmából az erdélyi Uzomból és a vajdasági Palicsról, Tolna testőr településeiről is érkeztek vendégek. Én nagyon boldog vagyok, hogy az én mandátumom, vagy az én kormányzati tisztségem lezárta előtt néhány héttel még tudtam fogadni a delegációkat és azok vezetőit, és örülök, hogy pont abban az időpontban tudtak jönni, amikor a Bárka Fesztivál is zajlik. A kilátogatók többek között Kovács Alíz, az Alice Cabrass Band és az Ismerős Arcok koncertjét is megtekintették. Híradónk végén baranyai témáink még egyszer, röviden. A sokszínű egység. Pécs nemzetiségei mutatták meg kultúrájukat a város főterén. A Pécs Ma és a Pécsi Hírek kirekeszti a jobboldali képviselőket. A pécsi Fidesz a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósághoz fordult. Elkezdődött a Pécslit, egész héten irodalmi fesztivál Pécsen. Egy kultikus alkotás bővületében a Star Wars világát idézték meg Pécsen. Szerdán az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de keleten néhol zápor még előfordulhat. Már csak néhol lehet élénk a légmozgás, hajnalban 9 és 17, délután 22 és 27 fokot mérhetünk. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!